Köszöntöm a nézőket, lássuk, mi mindenről lesz szó a mai napszemlében. Nem mindenhol kezdődött el a képességfelmérő próbája, bojkottot hirdettek a tanárok. Kiírta pályázatait a megyei tanács, holnap még letehetik az iratcsomókat a civil szervezetek. Nagyot küzdött az Inter Gyergyó szombaton este, végül azonban nem sikerült bejutnia a Románia Kupa 4-es döntőjébe. Ma kezdődött a 8-osok számára az országos képességfelmérő vizsga próbája. A tét nélküli vizsgasorozatot azonban nem minden tanintézmény tartotta meg. Sok helyen bojkottot hirdettek a tanárok. Így próbálják elérni, hogy kéréseiket figyelembe vegye a kormány. Román nyelv és irodalomból, matematikából és anyanyelvből kellett volna vizsgázniuk a 8-osoknak ezen a héten. Ezzel szimulálták volna a májusi tényleges vizsgákat. Azonban nagyon sok tanintézményben nem tehették próbára magukat a diákok, hiszen a pedagógusok bojkottot hirdettek. Azok a követelések, amelyeket a kormánynak benyújtottak a szakszerti vezetők és folyamatosan tárgyaltak, mind csak ígéret szintjén maradtak. Itt nálam 7 pontban megvan, hogy miket követelnénk. Többek között a 153-as törvénynek az újratárgyalását, akkor kérjük a nyugdíjazással kapcsolatos törvénykezésnek a felülvizsgálatát, akkor kérjük a kisegítő személyzetnek is a fizetés növekedés, növelést, hiszen csak a tanárokra vonatkozik ez, és itt 7 pontban megvan, hogy milyen fontos követeléseink vannak. Na most ezeket a követeléseket a kormány annak ellenére, hogy megígér dolgokat, mindig figyelmen kívül hagyja. Bizonyos dolgokra hivatkozik, hogy miért nem tudja alkalmazni. Úgy érezzük mi a pedagógusok, hogy nem vesznek a számításba. Tehát nem lehet ilyen körülmények között oktatni, hogy teljesen kívül hagynak minket mindenféle számításból. A tanárok között sem volt egyetértés abban, hogy megtartsák vagy sem a próbavizsgát. Olyanok is megtartották a vizsgát, akik korábban a bojkott mellett írtak alá. A gyergyói iskoláknál eredeti felmérés szerint az összes iskola csatlakozott. Voltak helyek, ahol nem mindenkit lehetett elérni, és nem írta alá, de a kimutatás szerint nálam itt most egy Hargita megyei kimutatás van, 99 iskolából 68 iskola vállalta. Na most ma délelőtt elég érdekes helyzet alakult, mert megye szinten is, meg a helyi szinten is, azok az iskolák is, ahol vállalták a bojkotot, tudomásom szerint néhányan visszaléptek és megtartották a szimulálást. Tehát a város szinten, itt Gyergyóban, a Fogarasi Mihály Általános Iskolában, Kós Károly Általános Iskolában, Vas 2-es Általános Iskolában nem volt megszervezve a szimulálás, tehát bojkottáltak. A Szfuntu Nikolai Liceumban ott megvolt a szimulálás, de tudomásom szerint nincs ki kijavítsa, tehát a kiosztották, megtörtént, de nem volt felügyelet, javítás is kérdéses. A diákok számára nem jelent hátrányt, ha elmarad a vizsgasorozat, ezt gondolják a szakszervezetisek, hiszen semmi tétje nincs a vizsgáknak, ezeket később is meg lehet iratni a gyerekekkel. Szerintem a gyermekeket nem érinti annyira hátrányosan, mert ennek a szimulálásnak semmi tétje nincs. Tehát ezt a felmérést júniusig bármelyik szakos tanár meg tudja csinálni, bármikor. Bármikor kerül 2 óra, akárha dolgozatírásban is, ugyanezt a tételt, amit ma adtak, ezt bármikor meg tudja íratni. És eddig is úgy volt a szimuláláson is, hogy a saját tanár, a szakos tanár javította ki, most is úgy lett volna, és ezután is úgy lesz. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek nagyon nagy tétje nem volt,
a gyermekek szempontjából, itt gyakorlatilag a szakszervezet szempontból az volt a fontos, hogy igenis felhívni a figyelmet, hogy igenis nem elégszünk meg azzal a helyzettel, ami a tanügyben van, és ha nem oldódik meg, akkor ennél komolyabb dolgokat is kiheztünk kilátásba. Országszerte egyébként 28 megye 1100 tanintézményében bojkottálták a pedagógusok a nyolcadikosok országos képességfelmérőjének ma kezdődő próbavizsgáját. Kedden és szerdán 11 és 14 óra között kerül kifizetésre a decembertől igényelt fafűtés támogatás. Ugyanebben az időpontban azok is átvehetik a juttatást a szociális osztály székhelyén, akik novembertől jogosultak a támogatásra, de még nem vették át az előző alkalommal. Decembertől összesen 156 család pozitívan elbírált igénylésre kerül kifizetésre, melynek a teljes összege 27.369 lej. A megyei költségvetés elfogadásával egy időben az idei pályázati programot is elfogadta a megyei önkormányzat döntéshozó testülete. Holnap még elfogadják a pályázatokat a megyei tanácsnál. Március 6-áig lehet benyújtani a pályázatokat a megyei tanácshoz, ismertette az intézmény Gyergyói alelnöke. A kiírás szerint idén is kulturális programokra, ifjúsági, illetve családoknak szóló rendezvényekre, sporttevékenységekre ad támogatást az intézmény, de támogatja a népviseletek beszerzését, illetve az önkéntes tűzoltóegységek munkáját, felszerelését is. A román kulturális rendezvények támogatására idén is külön kategóriát hoztak létre. 1.827.000 lejre írtunk ki pályázatokat. Ez nagyon fontos, hiszen 8 tematikába lehet leadni pályázatokat. A pályázati leadási határidő az március 6-a. Nagyon korai leadási határidő van, hiszen hamarabb fogadtuk el a költségvetést, ami azért jó, mert így az év első felében megszervezendő rendezvényekre is már lehet pályázni. A tavaly ez nehezebb volt, hiszen inkább az év második felében szervezett rendezvényeket tudtuk támogatni, úgyhogy egy szerencsés esetről beszélünk most. És ami nagyon fontos, hogy jövő héten pénteken, vagyis február 16-án reggel 9 órakor a művelődési központban, a Karancsi Sándor terembe lesz egy pályázati ismertető a civil szervezeteknek, az érdeklődőknek, ahol feltehetik a kérdéseiket, a kollégáim is jelen lesznek, a programok vezérigazgatóságának a vezérigazgatónője is, azokról a pályázatokról, amiket kiírtunk, illetve hogy mire lehet pályázni konkrétan, illetve milyen tételeket lehet elszámolni, akár szállás, akár étkezés, akár egyéb felszerelések vásárlása vagy programok lebonyolítására. És az a kérésem a civil szervezetek felé, hogy jövő hét péntekig gondolják végig, hogy mire szeretnének pályázni az idén, és jöjjenek a kérdéseikkel el erre a találkozóra. Nagyon fontos lenne, hogy a civil szervezeteink minél több pályázatot tegyenek le, a gyergyószéki civil szervezetek, hiszen annál színesebbé tud válni a hétköznapjaink, és azt gondolom, hogy a sporttevékenységek, vagy a családi programok, vagy a turisztikai programok, vagy a kulturális tevékenységek támogatása nagyon fontos számunkra, és minél színesebb lesz a kulturális élet például Gyergyószéken, annál jobb környezetben fogunk tudni élni. Egyre több civil szervezet részesül támogatásban a gyergyói térségből is. Akinek jó ötletei vannak, az bátran fordulhat támogatásért az intézményhez. Gyergyószéken folyamatosan nő a pályázási kedv, ennek nagyon örvendek, sport terén például a tavaly is nagyon sok pályázat érkezett, de kulturális tevékenységek terén is, és az a jó, hogy bizalommal fordulnak hozzánk a pályázók, és minden településről szinte jönnek különböző tevékenységre pályázatokat leadni, és egyre biztatóbb ez a megkeresés, ezért nagyon remélem, hogy az idei évben is nagyon aktívak lesznek a gyergyói civilek, és nagyon sok pályázat fog tudni érkezni a megyei önkormányzathoz. Az idei programban igényelhető támogatások rendszere a szokott módon van meghirdetve, a keretösszegek is a tavalyi szinten vannak nagyjából. Januárban 9,6%-kal nőtt a vendégéjszakák száma Romániában a tavalyi év első hónapjához képest, közölte a Román Statisztikai Intézet. Az 1.361.000 vendégéjszaka 78%-át belföldi turisták töltötték a romániai kereskedelmi szálláshelyeken.
A külföldiek 74%-a európai volt, az európaiak 76%-a pedig az Európai Unió más tagállamaiból érkezett Romániába. Következményekkel legyen az Európa Tanács jelentésének, amely a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény romániai alkalmazását értékeli, mondta Sógor Csaba, RMDSZ-es EP képviselő szerdán az Európai Parlament brüsszeli miniplenárisán. Az alapvető jogok Európai Uniós helyzetéről szóló 2016-os éves jelentés vitája kapcsán Sógor Csaba egyperces felszólalásában a nemzeti kisebbségek helyzetéről beszélt a brüsszeli plénumban. Kijelentette, Románia uniós tagállamként durván megsérti a csatlakozáskor vállalt a kisebbségek védelmére vonatkozó kötelezettségeit. A szakértői megállapítások részletesen leírják, amire én is többször felhívtam a figyelmet ebben a házban, és erős aggodalmat fejez ki olyan ügyekben, mint a kisebbségek elleni gyűlöletbeszéd elterjedése, az anyanyelven való oktatásban tapasztalt nehézségek, a kommunista rezsim által elvett javak visszaszolgáltatási folyamatának szétverése, a nemzeti szimbólumok használatának tiltása, és így tovább. Az RMDSZ-es EP képviselő nehezményezte, hogy továbbra sincsenek a kisebbségek védelmét célzó közös uniós standardok, szerinte pedig itt az idő, hogy az uniós intézményrendszer is napirendre tűzze a nemzeti kisebbségek kérdését. Ez nem lesz egyszerű, mert a román külügy heves ellenkezéssel reagált az Európa Tanács dokumentumára, és az EP-ben akadályozni próbálja a kérdés napirendre tűzését. Erre I.S. Gergely politológus hívta fel a figyelmet. A keretegyezménynek a fényében és ennek a jelentésnek a fényében nem védhető. Természetesen a román közvélemény fele védhető, hiszen a román közvélemény arra volt kondicionálva 30 éve, hogy ezekről a kérdésekről nem is szabad beszélni, és olyan nincsen, hogy Székelyföld. Tehát az, hogy valaki egy nemzetközi jogászcsoport azt mondja, hogy de mégis van Székelyföld, erre nincsen felkészítve a román közvélemény. I.S. Gergely szerint ezt a dokumentumot a következő években többször előveszik majd, és bár látványos változás rövid távon nem várható, Románia a következő években nem kerülheti el, hogy számon kérjék rajta a dokumentumba foglalt hiányosságok kezelésében elért eredményeket. Akár le is válthatják az igazságügyi minisztérium éléről Tudorel Toadert, amiért nem tudta keresztül vinni a DNA főügyésze Laura Kövesi leváltását, értesült az Antenna 3 televízió. Bár Liviu Dragnea, a szociáldemokrata párt elnöke a nyilvánosság előtt közölte, hogy nem tervezik Toader menesztését, a párthoz közel álló hírcsatorna értesülései szerint az alakulat egyre több politikusa követeli, hogy váltsák le a minisztert amiatt, ahogy Kövesi ügyében eljárt. A csatorna szerint Toader sorsáról a PESZEDE országos végrehajtó testületének ülésén születhet döntés. Bármit lehetett kérdezni az RMDSZ ügyvezető elnökétől, Porcsalmi Bálinttól, szájkaraté volt Marosvásárhelyen. Fiatalok és idősek, újságírók, politikustársak és ellenfelek is eljöttek a Marosvásárhelyen megrendezett szájkaratéra, és bárki bármit kérdezhetett, illetve mondhatott. Porcsalmi Bálint már az elején úgy fogalmazott, nagyon kíváncsi vagyok más véleményekre is. A témák pedig igen változatosak voltak. Szóba került a kormánypárttal kötött együttműködési megállapodás, az igazságügyi törvények reformja, a DNA, a korrupció, a magyarországi választások és volt bőven kritika is. Porcsalmi Bálint azonban hangsúlyozta, aki nem vállalja a vitát, az ne menjen politikusnak. Ebben természetesen nem volt hiány, élénk vita alakult ki a helyi RMDSZ-ről, de még a leendő polgármesterjelöltről is. Zsigerben elutasítanak minden kezdeményezést, ami részünkről érkezik, és el is ismerték azt, hogy pusztán azért, mert foltoljon az annak mindesnie kell, és utószalagon szavazzák meg már jó ideje Floriának, Májornak és az egész Gáspárnak a nagy ötlete. Számomra az egyik probléma, vagy hiányosság az RMDSZ-nél az a kommunikáció, az, hogy hogyan kommunikálnak a választópolgárok az emberek felé, és szerintem a vita az egy nagyon jó módszer. A késő estében nyúló szájkarate végén az RMDSZ ügyvezető elnöke úgy értékelte, hogy az elhangzottakat komolyan kell vennie. Vásárhelyen kritika éri az RMDSZ-t, elég sok
A kérdés az, hogy hogyan tanulunk mi, illetve hogyan tanulnak majd a helyi szervezetek ezekből a kritikából. Ma jó ötletek is megfogalmazódtak, jövőkép hiányáról, illetve a jövőkép fontosságáról, az együttműködés fontosságáról, és nagyon a legfontosabb az az, hogy ilyen jellegű beszélgetések további folytatásáról, mert azt mondják a marosvásárhelyi emberek, hogy erre szükség van. A Maros megyei ifjúsági egyeztető tanács egyébként úgy tervezi, lesz folytatás. Körülbelül 1 millió állampolgár fogja benyújtani a természetes személyek egységes adónyilatkozatát, derül ki a pénzügyminisztérium tavalyi adatokra alapozott tájékoztatójából. A természetes személyek idén egyetlen nyilatkozatot adnak le jövedelmükkel kapcsolatban. Az egységes dokumentum 7 nyomtatványt összesít. A leadási határidő május 15-e. Aki július 15-éig törleszt, 5%-os kedvezményben részesül. Aki szeptember 30-áig teszi meg ezt, 2%-kal fizet kevesebbet, mint kellene. A pénzügyminisztérium szerint jövő év március 31-től az adónyilatkozatot kizárólag online lehet kitölteni és elküldeni. Méltó ellenfélnek bizonyult az Inter Gyergyó a futszál Románia kupa negyed döntőjében vívott harcban. A légiósokat is felvonultató Jassi Politechnika csupán egy góllal szerzett többet a gyergyóiaknál. Ez azonban elég is volt a továbbjutáshoz. Sikerült kellőképpen felpörögni az intereseknek ahhoz, hogy felvegyék a versenyt az első ligás Poli csapatával. Habár a jásiak kiütötték korábban a székelyudvarhelyi csapatot a Románia kupából, ez nem rettentette el ifjabb Nagy Zsolt legénységét. Az első félidő elején akadtak helyzetek mindkét oldalon, s az első találatot a kékfehérek jegyezhették. Nem tört meg a hazaiak játékkedve, tovább rohamoztak, aminek egy gyors ellentámadás után egy Berec gól lett a vége. A válogatottat is megjárt hazai játékosokkal, továbbá spanyol légiósokkal erősített Poli az első félidő végéhez közelítve növelte előnyét, majd a sorozatban befújt, megkérdőjelezhető hibák is kigyűltek Inter részről, így kisbüntető révén kettős vendégelőnnyel mentek pihenni a csapatok. A második félidőben is kitartott az Inter. Folyamatos nyomásának köszönhetően egy szabadrugás során sikerült lefaragni a hátrányból, 3-2-re módosítva az eredményt. Úgy tűnt, meg lehet az egyenlítés is, ekkor azonban újabb vendégtalálattal növekedett a gólok száma. Az utolsó 5 percben kockáztatott az Inter, a taktika pedig ezúttal is bevált, újabb hazai találattal tért vissza a remény az esetleges hosszabbításra. Azonban az utolsó pillanatokig tartó nagy küzdelemből nem futotta még egy gólra, így 4-3-as végeredménnyel a Poli jutott a kupa 4-es döntőjébe. A hétvégén egyébként még a csíkszeredai Imperial vett, valamint a temesvári Informatika biztosította be helyét a döntőtornára. A kolozsvári Kluzsánat-Dévai Autobergámú mérkőzést szerdán rendezik. Mutatjuk röviden még egyszer a nap fontosabb híreit. Nem mindenhol kezdődött el a képességfelmérő próbája, bojkottot hirdettek a tanárok. Kiírta pályázatait a megyei tanács, holnap még letehetik az iratcsomókat a civil szervezetek.
nagyot küzdött az Inter Gyergyó szombaton este, végül azonban nem sikerült bejutnia a Románia Kupa 4-es döntőjébe. Eddig a napszemle, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!